A Diablo 4 már egy ideje elérhető az érdeklődők számára, és én relatíve hamar a démonok közé vetettem magam, viszont addig nem szerettem volna tesztet készíteni, ameddig legalább a kis ujjam hegyét nem érintettem a játék endgame tartalmához. És mivel ez megtörtént, így már azért én is bátrabban állok neki, hogy meséljek nektek egy kicsit az új részről. A Diablo szériát annyira talán azért nem kell bemutatni senkinek, hiszen boldog-boldogtalan hallhatott már róla. Akár nagyobb gamer oldalak, akár itt YouTube-on, de az elmúlt pár hétben még talán a Sarki Zöldséges is mesélhetett róla, hogy hamarosan jön a negyedik epizód. Én például pont a MacDrive-ban fizetve hallottam pár nappal ezelőtt, ahogy két dolgozó srác arról értekezett, hogy a műszak végeztével bizony mennek is démon darálni, amint csak lehet. Szóval mondhatjuk, hogy a sok ember várakozása azért jogosan tornázta fel az igényeket a játékkal kapcsolatban. A folytatásoknál mindig egy nehéz kérdés, hogy mennyit tartsanak meg a korábbi részekből, és mi az, amit viszont érdemes újra gondolni, vagy esetleg még fényesebbre csiszolni. Ráadásul a Blizzard az elmúlt pár évben egyre másra próbálta bizonygatni, hogy bizony már ők sem tudnak akkorát villantani, mint a régi szép időkben. És akkor most lehet, hogy finoman fogalmaztam, de éppen ezért én kellő óvatossággal nyúltam az új Diablohoz is, még úgy is, hogy egyébként a beta teszt alatt azért sikerült némi kételyt eloszlatni a fejlesztőknek. Na de haladjunk szépen sorjában. Első körben én a grafikát emelném ki, mely a Diablo 3-hoz képest jelentősen visszalépett a második rész irányába. Kevésbé színesszagos, inkább naturalistább ábrázolásé lett a főszerep ismét, jóval sötétebb tónusokat használva a színkezelésnél. És tették ezt nagyon jól, mert úgy érzem, hogy ha valahol azt várnám, hogy véres belek tekeredjenek a bokám köré, miközben a sötét katakombák mélyén nyitogatom a nyikorgó ládákat, akkor az alig, ha nem, pont a Diablo lenne. Az átvezetők is rendben vannak, mert hála az új motornak ezeket in-game grafikával nézhetjük, ami alapvetően dicséretes, és még jól is néz ki. Bár kicsit azért sajnáltam valahol, mert a cinematic vonalon elég jókat szokott gurítani a Blizzard, és ami viszont benne maradt a játékban, az szintén magas minőséget képvisel. Szóval én most a világ összes háláját át is adom a Blizzard designereinek, amiért ilyen ügyesen összehozták a dolgokat. Azaz, hogy nem is, állj, vissza az egész. A Blizzard az évek alatt ugyanis már elég sok mindent ügyesen elbaltázott, de egy dologban képtelenek voltak hibázni, ez pedig a játékaik által nyújtott audio élmény. A hanghatásokért felelős csapat, na hát, ők a Lanja igazi hegye. Így a hálát is az audio részleg munkatársainak az irodájába kérném inkább beönteni, aztán ha ők meg jó fejek lesznek, akkor adnak majd a grafikusoknak is belőle. Egyébként elmondani nem tudom, hogy megint mennyire durva munkát raktak össze ezek az arcok. A zene az ugye csak simán kiváló, na de a szörny és az effekt hangok, hát komolyan elgondolkodtam rajta, hogy össze kéne rakni egy külön kis mini montást erről, hogy ti is halljátok. Na jó, de inkább haladjunk tovább, mert még a végén tényleg elkezdek nektek itt bejátszani mindenféle effektet, aztán sosem fogunk végezni. Jöjjön inkább a sztori. Érzésén azt mondanám, hogy a negyedik rész talán a legösszetettebb történetvezetéssel rendelkezik mind közül. Sőt, még azt is megkockáztatnám kijelenteni, hogy a párbeszédek mennyisége az meg is haladja az előző három részben felelhető dialógusok összességét. És ennek egyik legfőbb oka, hogy a Diablo negyedik részében rengeteg mellékküldetés kapott helyet, persze maga a fő cselekményszál is elég hosszasan kitart, és relatíve sok karaktert is mozgat, ahhoz képest, amit már a korábbi részekben megszokhattunk ettől a szériától. Egyébként a történet gerince az lesz, amit már a korábbi felvezetőkben is láthattunk, egy ismeretlen figura megidézi Mephisto gyermekét, Lilithet az emberek világába, Sanctuary-ba, hogy az megmentse az emberiséget. Persze, hogy ki mit ért megmentés alatt, az egy nagyon jó kérdés, mert itt majd azért megoszlanak a vélemények a jók és rosszak között. Érdekességként említeném meg, hogy a korábbi részektől eltérően ez az első Diablo, ahol nem kellett elbánnunk a címszereplővel, illetve hogy a korábban abszolút gonosznak beállított Prime Evil-ök kaptak némi árnyalást arra vonatkozóan, hogy mit is szeretnének ők az emberektől úgy igazán. És ez mindenképpen ad egy plusz dimenziót a karaktereknek, bár abban azért nem vagyok biztos, hogy ez mennyire lesz működőképes hosszú távon a történet további alakulását tekintve, hiszen mégiscsak a legfőbb gonoszokról beszélünk, és ha ők nem minden molekulájukban csibészek, hát akkor azért az felvethet néhány kérdést. Egyébként a játék elején megkezdett történetszál az abszolút lezárásra kerül, de egyértelmű, hogy a sztori folytatódni fog, mert bizony elég széles kaput tártak ki a történetírók a stáblista előtti pár percben.
és egyébként aki régi motoros, annak lesznek kellemes pillanatai a felbukkanó karakterekkel kapcsolatban is, mert hogy akadnak régi arcok, akiket a második vagy éppen a harmadik részből ismerhettünk meg, és ez igaz lesz a jó és rossz oldalon egyaránt. Na és akkor a játékmenet, mert hát mégiscsak ez dönt arról, hogy szeretjük-e a negyedik részt, vagy sem. És nálam itt azért volt pró és kontra is, de hát a mérleg azért erőteljesen a pozitív irányba billent el a legvégén, viszont mielőtt erre kitérnék, vegyük végig, hogy hogyan is épül fel a gameplay. Első körben ugye választunk egy karaktert a lehetséges öt közül, és megkezdjük utazásunkat Sanctuary-ben. Ami változott a korábbiakhoz képest, hogy immáron egy nagy és egybefüggő világban kell majd bolyonganunk széltében s hosszában. Aggódni persze majd nem kell, hiszen a küldetések mindig útba igazítanak minket, így eltévedni biztosan nem fogunk. A fő questek mellett lesznek mellékvágányok is, ahogy említettem, ezeket amúgy érdemes is csinálgatni, mert XP, arany és egyéb nyersanyag üti a markunkat, dásul ezek amennyire lehet még érdekesnek is mondhatóak. Nyilván alapvetően mindegyik arról szól majd, hogy öljünk meg egy rakás olyan entitást, aki nem köszön nekünk előre hangos jó napot kívánokkal, de a körítés azért elég üdítő tud lenni. Az egyik kedvencem továbbra is az ördögűzős küldetés sorozat volt, de hát a megnyúzott, fához láncolt és még éppen élő falusi kalandja is bájos volt a maga nevében. A mellékküldetéseken túl lesznek egyéb események is, melyekbe belebotolhatunk, ahogy éppen két helyszín között kolbászolunk. Ha ezeket az úgynevezett World Eventeket teljesítjük, akkor egy különleges fizetőeszköz üti a markunkat, melyeket random cuccokra válthatunk be. Itt jó esélye lesnek majd Legendary Holmik is, szóval megfontolandó, hogy megállunk-e pár percre, hogy ezeket letoljuk. Lesznek még úgynevezett Legion események is, ahol hullámokban érkeznek a pokolfajzatok és nekünk időre kell őket ölni. Itt viszont kapni fogunk segítséget is, ugyanis az Open Worldnek hála többet magunkkal vághatunk bele a feladatba és a démonok húsába is. Ha megvagyunk, ismét jön a cucc és az aranyeső, attól függően hogyan teljesítettünk. Lesz lehetőség még World Bossokkal is összeakasztani a tengelyt, akik elég vastag HP poollal rendelkeznek, és a pofonokat is szép adagokban mérik. Egyébként vannak különböző kazamaták és barlangok, melyek fix jutalommal is kecsegtetnek, ha bemerészkedünk és végig küzdjük magunkat rajtuk. Ezek azon túl, hogy tematikusak és jellemzően bizonyos típusú ellenfelek lakják őket, az első teljesítésüket követően kapunk értük majd különleges affixeket a kódexünkbe, melyeket később a felszereléseinkre aggathatunk rá, így gyakorlatilag csökkentve a lootolásból származó véletlen faktort. Én szerintem ez egy remek megoldás játékmechanikai oldalról, mert így tervezhetőbben lehet összerakni mindenkinek egy korai buildet, amivel eredményesebben lehet majd szintezni. Mivel ugye ez nem egy tutorial videó, így részletekbe én most nem mennék bele nagyon, de ha van rá igény, akkor tákolhatok valamit ebből a témából is. Ha ügyesek voltunk és egyébként végtoltuk a kampányt, akkor természetesen újabb lehetőségek jönnek majd, hogy szórakoztassuk magunkat. És itt meg is érkezünk a jelenlegi endgame tartalomhoz. Lesznek ugye a Tree of Whispers küldetések, melyek leginkább a Diablo 3-ban is megtalálható, bounty questek újra gondolásaként vannak jelen. De lesz még egy Helltide is, amikor időközönként egyes területeken jelennek meg démoni erők, mi meg mehetünk tizedelni a létszámot. Illetve megjelennek a Nightmare Dungeonök, melyek az alap kazamaták erősebb és némileg megcsavart változatai, extra jutalommal, ha letoljuk őket. Fontos, hogy bizonyos lehetőségek csak magasabb nehézségi fokozaton érhetőek el, amihez pedig jó felszerelésre lesz szükségünk. Érdekesség, hogy a nehézség állítása már feladathoz van kötve. A kampányt elég egyszer végigvinni, és utána a többi karakternél skippelhetjük is a dolgot, viszont ahhoz, hogy magasabb fokozatra lépjünk, egy bizonyos dungeonben kell helytállnunk. Ha ez sikerül, akkor megnyílik a normális veterán fokozat mellé a Nightmare, majd később a Torment fokozat is, amennyiben az oda vonatkozó feladatot is teljesítjük. A fejlődés pedig úgy néz ki, hogy 50 szint a normál karakter maximum, ameddig klasszikusan vett skillpontokat is kapunk, melyeket a képességfán osztogathatunk el, és elsőre lehet, hogy ijesztő lesz az új skill tree, de elég egyértelmű, miből mi következik, szerintem 5 perc nézegetés után átlátható az egész. Ha elérjük az említett 50-es szintet, akkor pedig érkezik a Paragon rendszer, mely egy külön skill táblával operál. Itt egészen 100-as szintig gyúrhatjuk majd karakterünket, amire nagy szükség is lesz azoknak a bátraknak, akik a játék maxolásában keresik az örömüket. A harcok dinamikája is átesett némi változtatáson, egyrészt lassítottak a Diablo 3 tempójához képest, másrészt több teret adtak a taktikázásnak. Rengeteg új státusz effekt és fogalom jelent meg, melyet érdemes lesz minél hamarabb kiismernie mindenkinek, mert a karakter bildelésnél ezek igencsak számítani fognak. A korábban látott 27.000% plusz damage bónusz megoldást senki se keresse, mert helyette összetettebb lett ez a rendszer.
Gyakori, hogy mondjuk akkor sebzünk valakire nagyobbat, ha ő valamilyen státusz effektől szenved, mi pedig valamilyen buffot élvezünk éppen. Illetve a sárga tárgyakat is érdemes lesz majd most már jobban górcső alá venni, mert pusztán a nagyobb sebzés nem feltétlen éri el majd a kívánt hatást, mert lehet, hogy naturban jobban súhogtatunk, de a közben elveszítjük az 50%-os sebzés bónuszt arra a skillre, amit amúgy használnánk, na hát az úgy nem egy túl jó tréd. Illetve ami szintén tetszett, hogyha egy szörny nagy, mármint fizikailag is nagy, akkor többnyire igaz, hogy a tenyér méretével megegyező tockost osztogat. Ha valaki lassú és sokat készül a támadásra, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy az életerünk egy szemmel látható részét fogja lecsiklandozni rólunk, ha a baltája az arcunkhoz ér, tehát ezt inkább jobb, hogyha elkerüljük és odébb állunk, mielőtt ez megtörténne. És ez a fajta taktikusabb harc részemről egy egyértelmű piros pont. Persze nyilván láttam olyan videókat a neten, ahol atomtápos karakterek buldózerként verik magukat végig az ellenfelek hordáin, na de az már egy másik történet. A normál szintezés alatt azért kell majd a lábmunka, ha életben szeretnénk maradni, legyen szó bosszharcról, vagy egy nagyobb méretű démon hordáról. Szintén szimpatikus húzás a fejlesztők részéről, hogy most már a Diablo történetében először úgy is erősíthetjük kedvenc karakterünket, hogy nem kell senkinek egyetlen egy testrészét sem levágnunk. És tudom, hogy ez így döbbenetes kimondva, de tényleg néha az is elég, ha csak simán úgy vágtázunk és felfedezzük a vidéket. A Lilith oltárokat megérintve permanens statpointokat kapunk, illetve a megfelelő mennyiségű renown után még az is előfordulhat, hogy akár skillpont üti a markunkat. Vagy esetleg a kezdeti, maximum egy időben nálunk lévő HP flaskáink számát növelhetjük. És higgyétek el, nagyon nem lesz mindegy, hogy egyébként a boss harcnak mondjuk 4 üvegcsével megyünk neki, vagy esetleg 9-el. Szóval a felfedezőket is jutalmazza a játék, ráadásul nem is kicsit. Ja igen, és a vágta, mert hogy a nagyobb térképhez egy gyorsabb mozgásforma is dukált már, így megérkeztek a paripák, melyekkel könnyebben juthatunk el A-ból B-be. És itt kénytelen vagyok még egy dicséretet elhelyezni, mert a kisebb-nagyobb bugok ellenére is egészen ügyesen lett az irányítás megvalósítva. Ugyanis minél távolabb van a kurzor a lovunktól, annál gyorsabban fogunk vágtázni, míg ha közvetlen a jószág elé kattintunk, akkor éppen hogy csak léptetjük lovunkat. És ez amúgy egészen jól is működik, ameddig persze valamilyen kiszögelésben fel nem akadunk, ami jelenleg a kívántnál többször fordult sajnos elő, úgyhogy én itt majd azért várok egy patchet, hogy az ügetésnek semmi ne állhassa útját. Lesznek még amúgy PvP területek is a játékban, ahol egymás orra alá törhetjük a borsot, ha éppen úgy kívánjuk, így speckó nyersanyagokat szerezhetünk, amit különféle extra jóságokra válthatunk majd be. És bár még bőven lenne mit mesélnem, nem nagyon szeretném még inkább elnyújtani ezt a videót, ami amúgy sem lesz rövid. Így hát inkább adnék én is egy kis sötét tónust a beszámolomhoz, mert a Diablo 4 nem csak pozitív újdonságokat szállított nekünk, de jó pár hibát is, melyekkel én korábban még soha nem találkoztam az elődökben. Sajnos többször volt olyan, hogy karakteremmel nem tudtam megmozdulni valamilyen ismeretlen okból, csak miután egy képességemet elnyomtam, utána engedett tovább a játék. A lóbeakadásokat ugye említettem, de volt olyan eset is, hogy a játék nem válaszolt, noha nem is kérdezte senki, szóval szépen szétkresselt a háttérben. Ha a HC karakterrel nyomtam volna, akkor a mostani teszt egy olyan 10 perces hangos sikítás lenne, úgyhogy szerintem örüljünk együtt, hogy softcore módban haladtam. Illetve egyszer még a barbárommal is sikerült elővarázsolnom a Liu Kang féle bicikli lúgásos technikát, de ennek körülményei teljesen tisztázatlanok voltak a számomra. Lehet, hogy lesz valami Mortal Kombatos crossover DLC a jövőben? Ki tudja. Illetve még a dialógusoknál is azért voltak érdekességek, mert néha elég sokat kellett várni, hogy egy-egy karakter nyelve végre megeredjen. És hát az sem volt túl jó, amikor egy NPC gyök kettővel poroszkált, mi meg körbetáncoltuk háromszor, mire elért arra a pontra, ahol hajlandó volt végre hozzánk szólni. Akadt persze olyan is, hogy egy Legion küldetés fulladt kudarcba, mert a boss beakadt a halhatatlan állapotába, mi meg csak körbe pislogtuk az eseményt, mert egyebet nem tudtunk már csinálni. Ami még a hiba kategóriába esett nálam, az az úgynevezett skill cast delay. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elnyomva egy skillt, mondjuk karakterünk kap egy stunt, és annak lejártakor tolja el majd a képességet oda, ahova azt eredetileg szerettük volna korábban. És ezt szerintem marha jó lenne kikupálni, mert mostani formájában roppant idegesítő a jelenség, hiszen ha én valahova szeretnék indítani egy támadást, akkor kicsi az esélye, hogy mondjuk 3 másodperc múlva a stunból kilépve még aktuális legyen a dolog, és így jelenleg úgy néz ki, hogy ütök egy luftot, a képesség pedig CD-re kerül, ha az éppen olyan volt. És ez így eléggé elszomorít. Illetve ami nálam fájó pontja a Diablo 4-nek,
az a szörnyek szincskálázódása, és erről a bétánál is beszéltem már, de továbbra sem lett a barátom ez a megoldás, és kifejezetten rossz érzés, hogy egy szintépés után gyengébb vagyok, mint előtte. És én értem, hogy a nyílt világ és az oda-vissza császkálás miatt nem volt opció, hogy egy területre fix szinten legyenek a mobok lepakolva, de ez így alapvető élményt öl meg a számomra. Mert egyszerűen így nem lehet azt érezni, hogy a karakterünk erősödne, csak akkor, ha mondjuk találunk valami brutális cuccot. Illetve a legendary affixek is eléggé laposak a Diablo 3-hoz képest, az előző részben például voltak olyan fegyverek, melyek angyalokat idéztek, vagy mondjuk egy villám csapott a közelben álló szerencsétlenbe, és ezek bár nem voltak erősek, de azért színesítették egy kicsit a palettát, és én is nagyon szívesen látnék hasonló típusú cuccokat a negyedik részben is, csak mondjuk magasabb hatásfokkal. Illetve a legvégére még egy észrevétel, a teljes ár ellenére a játékban van Battle Pass és Shop is, ami amúgy nem egy vidám dolog, de szerencsére csak kozmetikumokat lehet vásárolni, és ameddig ez így marad, addig engem nem igazán bánt a dolog, még ha amúgy irreálisak is az árak a boltban, de tényleg egy-két skin pack majdnem, hogy a játék árának harmadát is kiteszi, és ez nagyon érdekes. Viszont mivel én azt láttam, hogy az alapkinézetek is elég frankon jók, így az extrában vehető kinézetek inkább tematikusak lettek, mintsem jobban kidolgozottak az ingyen elérhetőekhez képest. És akkor így szumázva az élményeimet, én úgy gondolom, hogy a Diablo negyedik része nem hibátlan ugyan, de egy határozottan jó irányba mutat. Ez a játék egy nagyon erős alap arra, hogy a jövőben újabb tartalmakkal kiegészülve meglegyen a Diablo fanoknak a következő 10 évre az elfoglaltsága. És én magam is biztosan pakolok még bele hosszú-hosszú játékórákat. És reméljük, hogy a Blizzardnál nem durran majd el az agya a pénzügyeseknek idővel, és nem rakják tele a játékot boosterekkel és egyéb pay-to-win megoldásokkal a jövőben. Amennyiben ezt képesek megállni, akkor részemről ez most így egy határozott válveregetés a Blizzardnak, és várom a további tartalmaikat a témában. Mindenki másnak pedig hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!